Szépen. Örülök neki, hogy ennyien eljöttek annak ellenére, hogy kigyúkszelidítésről lesz szó. Úgyhogy rögtön bele is várok, hogy mik lesznek a témáink. Alapvetően a HI nevű programozási nyelvről fogok beszélni. Kitérünk rá, hogy mi fán terem az a dolog, miért terem azon a fán, finom-e ez a dolog, ami ezen a fán terem, és utána egy kicsit gyümölcsöt is fogunk róla szedni. Hát, mi fán terem a HI? A HI egy Lisp nyelv, ami azt jelenti, hogy van benne nagyon-nagyon sok zárója, de ettől nem kell megijedni, mert máshol meg van nagyon sok tab karakter, vagy éppen space, ami legalább olyan csúnya, és legalább annyira el lehet benne tévedni. Cserébe, hogyha az embernek van egy megfelelő editorja, mindenki használja a macsot, reklám vége, akkor ezzel teljesen jól el lehet boldogulni. Azt kell tudni a HI-ról, hogy Python AST-re fordul, nem bytecode-ra, hanem abstract syntax tree-re, ugyanis a Pythonban csináltak egy olyan megoldást, hogy bővíthetővé tették magát a compilert, és így bele lehet húkolni szépen, és így különböző dialektusokat lehet magára a interpreterre építeni, anélkül, hogy egy teljesen új compilert kéne írni hozzá. Nagyon nagy előnye a HI-nak, hogy fordítás után nincsen semmilyen egyéb külső dependencia, amit lefordítottunk, tökéletesen úgy tudjuk használni, mint bármilyen más Python kódot. Működik 2.7-es Pythontól 3.4-ig nagyjából mindennel, ugyanaz a kódbázis, nem nagyon kell trükközni, tehát hogyha az ember például portabilis Python kódot akar írni, akkor érdemes a HI-jal kezdeni, mert az egy rengeteg olyan dolgot elfed, ami a 2-es és a 3-as Python között különbség. A Python kompatibilitás szempont, de néha azért a HI compiler megenged olyan dolgokat, amiket a Python nem. Például lehet UTF-8-at használni a függvény és változó nevekben, amit alapvetően nem szokott szeretni az ember, de később lesz rá egy példa, hogy ez azért hasznos tud lenni néha. Illetve makrókat is lehet írni, vagy mik azok a makrók, azokra szintén ki fogok térni egy pillanat múlva. Hát, mi is terem azon a fán? Meg miért pont azon a fán terem? Az egész az úgy kezdődött, hogy egy Paul Tagliamonte nevű ember úgy döntött, hogy ő szeretne Lisp-et használni, és elkezdett körbenézni, hogy milyen lehetőségei vannak. Igazából kettő volt, ami úgy megfogta, nem három volt, ami fölkeltette a figyelmét. Az egyik az volt a Clojure, de azt nem tudta használni, mert Java-ban van, és ahol ő dolgozott, ott nem lehetett Java-t használni. A hasonló okok miatt a Common Lisp és a Guile is kiesett, úgyhogy körbenézett, mi van még, hát találkozott egy Clojure Py nevű dologgal, annak viszont meg volt az a hátránya, hogy az vitt magával egy egész függvénykönyvtárat, és amúgy is eléggé gyerekcipőben járt, úgyhogy az nem volt opció. Hát igen, nem volt megfelelő. Viszont Pythont kellett használni, úgyhogy gyorsan írt magának egyet. Igazából nem is nyelv maga a HI, mert tulajdonképpen csak a Python szintaxisát változtatja meg, meg néhány kényelmi dolgot hozzátesz. Úgyhogy inkább félig nyelv, inkább szintaxis. És a makrók. A egyik legnagyobb előnye a Lisp nyelveknek, hogy nagyon jól lehet benne makrókat írni. Mik azok a makrók? A makrók azok olyan függvények, amik nem futási időben futnak le, hanem fordítási időben. Ez azt jelenti, hogy teljes programot tud írni az ember, ki tudja egészíteni a fordító programot, és rengeteg olyan optimalizációt, egyszerűsítést, szépítést tud makrókkal megvalósítani, amit egyébként runtime meglehetősen költséges lenne. Fordítási időben lehet típus szerint, egyéb szempontok szerint optimalizálni, amiket futási időben költséges lenne például egy fastpass-on ellenőrizni. Makrókban ezt tök jól el lehet rejteni,
Pythonban is lehet ilyet csinálni, dekorátorokkal, meg egyéb módszerekkel, de Hive-ban azért sokkal könnyebb, mert a makrók pontosan ugyanúgy néznek ki, mint bármilyen más Hive kód. És vajon finom-e az, ami ezen a fán terem? Hát, hogy döntse el ki maga, hogy nagyjából így fog kinézni egy Hive kód, hogyha az animáció lefut. Arra nem számítottam, hogy ez ilyen lassú lesz, de nagyon lépjünk egyet tovább, azt hiszem, hogy visszalépek, hogy hát az úgy jó lesz. Nem lát jó. Akkor egy kis türelmet kérek, amíg ez bejön. A példa egyébként egy Hive függvénykönyvtárat használó kis program, ami bemutatja. Oké, menjünk vissza. Na, így néz ki. Ez egy Adderall nevű függvénykönyvtárat mutat be, ami egyébként logic programmingot valósít meg Hive-ban, erősen épít a makrókra. A logic programmingról sokat nem beszélnek, az nagyjából arról szól, hogy megmondom neki, hogy milyen adatokat szeretnék, milyen relációim vannak, és ő kitalálja a bemenő adatokból, hogy ilyen relációkkal mi lesz a kivenet. A szintaxis azt szerintem egész tűrhetően látszik. Lehet úgynevezett reader makrókat csinálni, amik arra jók, hogy még egy szinten lejjebb ki lehet egészíteni a kompilert. Tehát nem csak új függvényeket tudok behozni, hanem gyakorlatilag több más szintaxist. Az a lényeg, hogy minden, ami ilyen hashmarkkal kezdődik, az gyakorlatilag reader makró, és tudok olyan függvényt írni, ami megkap mindent, ami a hashmark után van, és azt csinálja, amit akar. Például itt van egy olyan makró, amit úgy hívnak, hogy H, van akármilyen paramétere, és visszaadja azt a stringet, hogy hashmark H. Utána csinálok egy függvényt, ami loves és egy kis karika fölül, ez a logic programming nyelveken a relációs függvényt szokta jelölni, ami egyszerűen összehasonlítja, hogy a második paraméter az megegyezik-e a high reader makróval, ami egyébként a high szöveget adja vissza. Ennek sok értelme nincsen, de jól néz ki. Utána lefuttatok egy, hát nevezzük query-nek, ami azt mondja, hogy a kicsoda szereti a micsodát, ahol a kicsoda az éppen az aktuális user, a micsoda meg a high, és azt várom, hogy az aktuális user-t és a high-t kapjam vissza, mert a reláció azt csinálja. Hogy ebben mi a szép és jó? Ugyanez Pythonban leimplementálni ezt a logic programming környezetet a makrók nélkül, az úgy borzasztóan bonyolult lenne, megpróbálkoztak vele páran, nem igazán sikerült, high-ban pikpak meg volt az egész, az aránycsillag, ez konkrétan egy makró, tök jó kezeli a végtelen listákat is, meg minden egyebet. Elrejti a háttérben, hogy Python 2 alatt iterátorokkal trükközik, Python 3 alatt pedig yieldet használ. Makrókkal még sok egyéb más dolgot is lehet csinálni, rengeteg dolgot átvettünk a Closure Community-től, nagyjából ennyi. Ami még érdekes a Hive-jal kapcsolatban, az maga a community. Van IRC-jük, Twitter-ük, GitHub-jük, minden, de ami a legjobb, hogy ez egy rettentően barátságos community. Csöppet infantilisek, rettentően szeretnek mindenféle szóvicceket gyártani, amiben a Hive valamilyen kiejtés formában szerepel, illetve van egy olyan rossz tulajdonságuk, hogy szeretnek mindenféle drogos vicceket elsütni. Ez főleg a függvénykönyvtárak neveiben szokott előfordulni, tehát az Adderall az, nem tudom, valami serkentőszer, vagy fel ne tudja micsoda. Van még acid, meg még egy rakás egyéb dolog. Kicsit agyatlanok, kicsit hülyék, de rettentően szórakoztatóak és borzasztóan barátságosak. Nagyon-nagyon szívesen segítenek bárkinek elkezdeni a nyelvvel foglalkozni.
pecset küldeni a compilerhez, abban szintén rettentően segítőkészek. Ha bárkinek ötlete van arra bevők, tele van a GitHub historiuk külső kontribútorok issue-ival, illetve általuk javasolt feature-ökkel. Úgyhogy ha valaki szeretné közelebbről megismerni a Python compilert, érdemes a hájjal kezdeni, mert azt is nagyon szívesen elmagyarázzák, hogy ez az egész hogyan működik belülről, ami egyébként borzasztóan tanulságos. Nem tudom, mennyi időnk van, lehet, hogy még egy-két perc, vagy még annyi se. Ha van kérdés, nagyon szívesen válaszolok akár most, vagy egy kicsit később, vagy meg lehet keresni Twitteren, e-mailen, egyéb helyeken, és állom rendelkezésetekre. Köszönöm szépen!